Szavazni kellene, és legkésőbb szeptemberben ez benyújtani a parlament elé, és akkor hány ezer ember akarja ezt a... Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Bocsánat, annyit hagyják, hogy mindenki mondja már el a nevét, meg, hogy ha esetleg szervezetet képvisel, akkor szervezetet is mentesít, elmaradt. Pap Péter vagyok, aki még nem is mondja. Pap Péter. Dajnok Erbalás vagyok, a Bátortól van az ősülő. Igazából az szerintem egy komoly probléma az, hogy olyan emberek kapnak túlzva kis ellenőrizetlen hatalmat, ami sokszor okozza, végrehajtóink és a közjegyző. Egyrészt a végrehajtói társadalomban rengeteg olyan van, aki autószerelő végzettséggel, vagy esetleg egy jól bevált asztalosként próbál emberek sorsáról dönteni, de az ezt megelőző problémák az, hogy a közjegyzők olyan végrehajtási záradékot adnak ki, amit nem ellenőriznek, hanem saját okiratba foglalt szerződéseiket adják tovább tulajdonképpen, tehát onnantól kezdve a kvázi felülbírálom a saját döntésemet jellegre, viszont nincs olyan felügyeleti rendszere, amivel tulajdonképpen felelősségre vonható lenne, számon kérhető lenne. És ez vonatkozik a bírókra is, ugyanis hát a bírók jogállásáról szóló törvény legjobb tudomásom szerint még mindig mentelmérvet ad a bíróknak, akkor is, ha egyértelműen és jól láthatóan bűncselekményt követnek el, vagy esetleg jogszerűtlen intézkedéseket hoznak. Én azt gondolom, hogy akkor, ha már úgy, akkor legyen kövér, akkor ezt a három vonalat kellene megfogni. Nyilván nem célja a jelen helyzetnek az, hogy tulajdonképpen az ember külön ügyekkel ezt a rizgáson és egyébként, de nagyon sok esetben látható az, hogy a maga az igazságszolgáltatásunk ott akad fent, hogy tulajdonképpen egy alapvető matematikai kérdést nem képes mondjuk egy bíró vagy egy közjegyző megérteni. Nyilván nem a tudása miatt, és nyilván nem a hozzáértése miatt, hanem valamiért, amit értelemszerűen mindenki sejt, mindenki tud, de valahol nagyon nem beszélünk róla és nem vizsgáljuk. Az a kérdés még, hogy tulajdonképpen egy devizahitelnek mi lehet a következménye. Én azt gondolom, hogy alapvetően, ha az ember felvesz egy tőkét, akkor azt vissza kell fizetni. Tőkét és tisztességes körülmények között, tehát ez a semmit a banknak, ez én nem osztom ezt az elgondolást. Meg kell lenni annak az arany középútnak, amit valahol azt mind a két fél részéről egy mérleget kell állítani, hogy tulajdonképpen mennyi jár és mennyi a tűrés határa. Megvizsgálva azt tulajdonképpen, hogy ez elég összet a dolog, mert nyilván gazdaságon való hatása volt, azért jelentősen visszanyomta a gazdaságot egyébként, tehát nem arról szól, hogy most én fölvettem, én ennyit visszafizettem és ennyi lett belőle, hanem azért ez egy komplex társadalmi átvilágítást eredményezne, hiszen ha ugye ott nyilvánvaló dolog, amikor felvesz valaki X tőkért és másfél év múlva már nem fizet egy forintot se belőle, akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen minek vette fel. De nem nézzük meg azt a munkahelyet, amit elvesztett, mert megszűnt, és esetleg hát annak is ugyanilyen hitele volt, tehát azért ez nem feltétlenül csak a személyben vizsgálandó. Viszont még mindig visszatér arra, hogy azt a vizsgálatot hoznánk tulajdonképpen, amit megkaptunk, azt vissza kell fizetni, de korrekt feltételek mellett, aki nyilvánvalóan kárt okozott, nyilván a PTK alapelvei szerint ezt meg kell vizsgálni. Kárt okozott, milyen kárt okozott, milyen összefüggésben van. Én azt gondolom, hogy a törvényeink nem rosszak, viszont az alkalmazásukkal nagyon komoly probléma van, és amikor kezdődik úgy egy törvény, hogy semmi sem lesz szerződés, amelyik, és amikor a bírói kar elkezd kibújni alatta, hogy igen, na de is esetleg, de tulajdonképpen, és megnézzük erről vagy arról az oldalában, ott van a probléma, és nem a jogszabálya van a probléma, hanem az értelmezésével és a használatával. És valahol ebben kellene egy olyan konszenzus találni, ami alapján használhatóvá válik. Hiszen a semmi az a szerződés, amelyik, ez egy kognás feltétel. Tehát nincs az, hogy na de és különben is, és ha is tulajdonképpen én úgy értelmezem, hogy mert ezt nem lehet sehogy értelmezni. Addig, amíg egy bírósági tárgyaláson az ember mondjuk adós képviseletében elmondja, hogy a bírónak igazából nincs joga eldönteni, hogy milyen joghatást kap, ha tényszerűen látszik, hogy nincs benne a THM mondjuk, és kimondja a törvényt, és a bíró a képviseletben eljáró bírságolja meg. Azt gondolom, hogy ez már azért súrolja az erőteljes jogsértést és a már-már a hivatalba visszaélés opcióját, és azért ez is egy vizsgálandó kérdés lehet. Ennyit szerettem volna egy első